Egy bátaszéki telefonfülkéből hívta a rendőrséget az erősen ittas férfi. Veréssel fenyegette meg az ügyeletest, aki bemérte a helyszínt, majd járőröket küldött oda. A telefonáló a kiérkező egyenruhásokat is inzultálta. Azt mondta nekik, úgy helyben hagyja őket, hogy mentőhelikopter érkezik majd értük. Az indulatos telefonálót végül sikerült megnyugtatni, igazoltatták és eljárást indítottak ellene. Hivatalos személy elleni erőszak lett a vád. Az ügyben most született ítélet. A szekszárdi járás bíróság hivatalos személy elleni erőszak büntettében mondta ki a vádlottat bűnösnek, ezért 220 óra közérdekű munkára ítélte. Vagyis a rendőröket fenyegető férfi több mint egy hónapig fog dolgozni azért, amit tett. A bíró súlyosító tényezőként értékelte, hogy nem most először csinált hasonló dolgot. A bíróság a büntetés kiszabása során figyelembe vette, hogy a vádlott korábban volt már büntetve, akkor is közérdekű munkabüntetést szabott ki vele szemben, valamint azt, hogy önhibából eredő alkoholos befolyásoltság alatt követte el a bűncselekményt, azonban enyhítő körülményként értékelte beismerő vallomását és megbánó magatartását. Az ítélet jogerős, mert azt a vádlott és az ügyész is tudomásul vette.